Ez a munkamódszer, hogy mindenki beleszólhat, mindenki egy kicsit irányítottja, hogy ezt szerintem túlemelkedik ezen a probléma, hogy most azt mondjuk, hogy mi az az identitás, amikor félkeresztett tapról, és akkor mindenki nyomja, hanem persze ez nehezebb is, mert azért helyé kell kezelni a dolgokat, tehát ez nem busszol szépen, nem menjen szalán szépen, tehát időnként el kell vinni a társaságot kirándulni, és akkor biztos, hogy meg tudják beszélni az esetleges problémákat, meg egyébként le kell ülni beszélgetni, tehát ez is fontos. Azt mondod, hogy leginkább akkor tudnál meg az identitásodat, hogy egy hetet ott lennénk. Igen, gyertek el ezzel. Miket tapasztalnánk? Tehát, hogy például szerintem az nem azért az életetem volt, de hogy vettük egy körülakú asztalt, mert eddig volt egy hosszú tárgyal asztal, mondjuk 3 évvel ezelőtt, és akkor az egy olyan szituáció, hogy tudod, valaki az asztal végén, mert meg utána besorakoznak az emberek. Van egy asztal. És ezt egyszerűen kivettük. Tehát, hogy ne legyen azt, hogy vettek egy nagyon nagy körökvasztát, és akkor szépen, ahogy leülünk, nincs különbség. Tehát nem érzed ezt a különbséget, hogy most ki hol ül. Szerintem egy tök jó. Ez egy összetevés üzenete annak, hogy hogy dolgozunk mi együtt, ugye? Abszolút, igen. És mi mit látnánk az az egy-két napot? Mondjuk egyszerű, hogy mit érez abban a vágyájukban? Szerintem egyébként egy nagyon éles váltás volt most, amíg ott voltam, mondjuk, egy éve, talán másfél éve átrendeződött az iroda, és összenyitottuk a tereket. Így tényleg ezt kicsit le is követtük a trendeket, hogy most nem hogy szeretnek együtt dolgozni emberek. És ez egyébként nagyon jól illik az irodának a profilja, vagy az, ahogy ott a minden nap, és tényleg folyamatosan változó csapatok vannak, és dolgoznak együtt. Párhuzamosan igazából mindig egy ember két-három csapattal is dolgozik, mert futnak a projektek. Mindenki kicsit ebben, kicsit abban benne van, és ez nagyon jól tényleg tudja követni azt, hogy mindenki egy térben ül, és ezek a csapatok pedig, mint hogyha nagyon sokkal az így egymással lenne pakolva, és úgy valódik össze egy ilyen napi munkamenet, és közben szól a zene, közben... De ez egy fontos összetevője, hogy zene szól, hogy gyerek folyamatosan van beszélgetés, és mindeközben pedig halad előre a munka, ami a beszélgetésnek az eredménye legtöbbször. Szóval belső nyitottság, meg ez a fajta egyenrangúság, ez egy csomó mindenben egyre jobban kifejeződik. Asztalban, az összenyitásban és egy csomó olyan dologban. Ezt te érzed gyakran. Igen, de azért megvan a lehetőség, hogy elmondjunk. Tehát van azért külön tárgyalom, meg van egy kis hátsó rendelünk, ahol be lehet mondani telefonálni. Tehát nem kell mindent kitenni a közösbe, de alapvetően tényleg ez van, hogy mi nem akarunk senkitől semmit eltitkolni, aki hozzánk egy dolgozó, szerintem, hogy azért mit csinálunk jól hangolni. Köszönöm, picit a fordulmányaim felé. Hogy tudtok csatlakozni erre a gondolatra, hogy például nálatok így a saját magatok felépítése, az önazonosság, és a többi, annak van hasonlósága ilyenhez például, vagy hogyan csináljátok ki? Én azt gondolom, hogy te majd javíts kérnem így, mert minél nagyon hasonlóan dolgozunk egyébként, tehát hogy maga a napi rutinunk az gyakorlatilag ugyanez, ugye egybe tér, nekem nem kell alakasztani. De még. Még. Végzetes. Még. Jó, nagy még. Teljesen egyenrangú. Nem érzem az asztal fő és a sorakozó. Hogy 4 asztal fő van? Nem, négyzetes az asztal. Ja, igen, nem ezt egy így is. Szóval nagyon hasonló a működés. Tehát hiába mutatjuk az egyik az organikus, mint a másikat, mint egy 5 évvel tudatosan épített valaminek, mégis a jól működik, akkor ez valószínűleg valami hasonlót fed le. Az, hogy maga egyébként a produktum, amit előállítunk, az mennyire adódik ebből a munkamódszerből, vagy a napi működésből, az szerintem nálunk annyiban eltér, hogy itt valóban, hogy le kell választani a szolgáltatást, amivel foglalkozunk, illetve a terméket, útortervezést és kereskedelmet. Ott azért magánál egy terméknél ott szinte elvárt, hogy ennek legyen egy valamilyen fajta rendingje, identitása. És ott szerintem elsősorban ott van nálunk a tudatos brandépítés, és ugye ez egy fura szituáció, hogy egy tervezőiroda egyben egy bútormárkának a neve is. De ez egész valamit tudtok, nem zavar olyan nagyon. Nem, egyébként
Nem, jól el vagyunk egyébként, de hogy bármikor nehezen azonosítják be. Tehát például most fogjuk majd a websájtunkat egy kicsit frissíteni, hogy ez jobban elkülönüljön a kettő szolgáltatás, meg a termék egymástól. Illetve még talán, amit így ehhez kiemelnék, ami a speciálén kevésbé vagyok jól viszonyban, hogy ugye amikor elkezdtük, akkor picit több hangsúlyt vetettünk arra, hogy a tervezők személye az ki legyen hangsúlyozva. Tehát mi felismerhetőek legyünk, mert ez akkor, amikor elkezdtük és semmilyen se tapasztalatunk, se előzményünk nem volt, akkor úgy gondoltuk, hogy akkor ez fontos lesz, hogy ilyen Simon Palli Bencét ezt úgy megismerjék és hogy legyen munkánk később. Most ez a hátrányunk, hogy gyakorlatilag akik ügyfeleink jönnek, sokszor azt érezzük, hogy hiába vannak kiváló kollégák egyébként a cégben, nagyon sokan a mi figyelmünket szeretnék megkapni, és ez mondjuk például Rámik szempontból talán kevésbé jó döntés volt annak. Jól értem, hogy ez azt jelenti, hogy marketinget csináltuk a egyes személyeknek. Ez úgy bejött, hogy most nem akarnak le szabadni rólatok, és máshoz. Nem sarkos, de hogy ez néha így azért a napi útonból hozzátok. Akkor ezek szerint a marketingnek lehet valami előnye is, meg akár nehézségeket is okoznak? Hát abszolút, tehát ugye azért nálunk egy fontos szempont, hogy az elkészült munkák, ugye amiben azért elsősorban a minőséget szeretjük, ezen túl azért legyen kommunikálva is, tehát hogy nyilván, ha megcsináltunk egy projektet, akkor ezt szeretjük bemutatni. És nekünk a mai napig egyébként a klienseinknek a nagy része ez így. Tehát akkor ti tényleg csináltok tudatos marketinget? Igen. Ez egy fiatal cégnél szerintem fontos. Tehát ahol nincsen kialakulva ez a rendszer, hogy hogyan jönnek egymás után melók. Akkor elkezdtük és igazából beálltunk rá. Tehát azért most a 6. évben már azt mondom, hogy kevésbé vagyunk erre rágolcsolva, de az elején az fontos volt, hogy valamilyen fajta hype legyen a cég körül. Beinduljon gyorsan miatt. Szerintetek kell az építészet a marketing? És akkor mi is gondolkodtunk sok mindenen, most legutóbb egy félre gondolkodtunk ezen, hogy mit csinálják ezzel a 25 évvel, hogy valamit ki kell mutatni. Ezt most nem állom én, mivel nem valósan megmutatjuk. Tehát lesz valami? Valami, készült. De aztán mindig olyankor, amikor ilyen helyzetbe kerültünk, hogy elkezdtünk gondolkodni, akkor jött egy munkás, akkor foglalkoztunk arra, igen. De biztos, hogy vannak olyan cégek, ahol ezt sokkal kapjúban csinálják. Mi ezt nem csinálják, illetve a papír szerintem. De nem gondolom, hogy ezt jól tesszük. Tehát például nem vagyok biztos mindenkinek. Tehát van egy ilyen igényetnek, hogy lehet, hogy kéne? Hát lehet, hogy kéne. De annyira jól megy, hogy papírinket dolgoztat. De azért hogy ha van egy kis munka, ami izgat minket, akkor sokkal inkább arra fordulunk rá, mint azt, hogy most elfelejtjük, hogy most ezzel nem kell foglalkozni. Azért, minket az jobban izgat sokkal, mert ez egy kicsit olyan lustas. Nem lett meg. Aha, oké. Nekem volt olyan érzésem egyébként, én nagyon sok építészet találkoztam különböző helyzetben már, és valahogy amikor ez is szóba került, hogy esetleg egy építésznek jó lenne a saját haját reklámozni, marketingezni, akkor így kirázta őket a hideg jellemzően, mint hogyha egy ilyen nagyon idegen dolog lenne. Ezt így mennyire tudjátok alátámasztani, hogy megcsinálni? Ezt átérezzük mi is. Szerintem ez részben ilyen habitus kérdése is, hogy ki mennyire jó ebben, vagy kevésbé. Nálunk nem nagyon van olyan ember az irodában, aki ebben jó lenne, vagy jó lehetne. Pontosan ezén is azért a válság megtépázta az építész irodákat itthon, és mondjuk minket is nagyon megviselt. Tehát a elmúlt években inkább a túlélésért kellett küzdenünk, nem a szárnyalásról szóltak az elmúlt évek. És pontosan ezek az évek arra is lehetőséget nyújtottak, hogy kicsit elkezdjünk beszélgetni egymás közt, hogy
mit lehetne másképp, vagy mi volna még fontos, és az egyik ilyen téma pont ez volt, amiről elég sokat beszélgettünk, de azért szembe kellett azzal nézni, hogy egyikünk habitusában sincs ez benne, tehát hogy tőlük emberileg nagyon idegen és távol álló. Akkor is, ha látjuk, hogy a mai világban ez egy nagyon hasznos és fontos aspektus a működésnek. Akkor ez egy kétségű dolog, hogy egyrészt azt, hogy legyen marketing, az nem idegen tőletek, csak senki ne kérje, hogy ti csináljátok meg. Igen, ez jó lenne. Hogyha, egyébként, hogyha tényleg megnézed az építészetet, vagy a lennőben, akiket ismernek építészeket, tényleg van olyan ember, aki szívesen kijel, szívesen beszél, télinterjúkat a újságban szerepel, kiöltözik ehhez, tehát ezt tudjuk. Vagy éppen nem. Vagy éppen nem. És ő ebben lubickol, vagy lehet, hogy ettől lesz munkája, vagy nyilvánvalóan őt ez valahogy izgatja. Nekünk ez az ennyire fontos, vagy nem, azt hiszik, hogy nem ettől lesz, hogy most jó, hogy építészek, hogy mennyit szerepelünk a újságban. Ugye akkor, amikor nincs munkát, akkor azt arra gondolunk, hogy biztos azért, mert nem megyünk el a tényleg, nem megyünk el a fogadásokra, mert nem mit tudom én, de ez csak egy olyan eszkedás. Milyen ti véleményetek erről? Itt még egyszer visszatérnék oda, hogy nálunk nagyon nehéz lebontani, vagy ketté bontani úgy a dolgot, hogy nem csinálunk marketinget mondjuk a bútor részének a cégnek, és nem csinálunk marketinget a belső építészeti szolgáltatáshoz sem. Tehát hogy az egyikhez csinálsz, akkor a másik az sajnos valamilyen módon jön bele együtt, tehát hogy mellé kell állítani. Amire mi próbálunk most koncentrálni, hogy valóban szakmai jellegű marketing legyen ez. Tehát, hogy az, amit bemutatunk, vagy csak a cégen keresztül, vagy a branden keresztül, vagy személyesen, az egy annak legyen egy szakmai üzenete. És azt gondolom, hogy ez akkor nem egy üres hírverés, hanem valóban elmondjuk azt, hogy mi az, amivel foglalkoztunk X ideig, és hogy beletettünk mindent, amit tudtunk. És azt gondolom, hogy ez ennek talán így van értelme, így marketinget csinálni.